Áldás békességet, jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek, aki eljött 2024. február 19-én a Szekszárdi Léleképítő alkalmára, és köszöntsük nagy szeretettel a Prima Primissima díjas olimpiai világbajnok, vízilabdázó sportolót, a nemzet sportolóját, a póló Peléjét. Látszik, hogy nagyon készül. Hát én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, megtisztelő, még egyszer mondom, megtisztelő, hogy eljöttetek, megtisztelő, hogy engem akartok meghallgatni, illetve hát most rövid legyek, vagy pontos, tehát én leszek ma az élmény és a tanulság, jó? Ezt jegyezzétek meg, jó? Tehát ez, erről lesz szó, tehát élmény és tanulság. Igen, akkor hallgatlak. Szerényen Dr. Tócsa Attila nevem azoknak, akik csak azért jöttek el, mert Faragott a Tamás a vendég, és esetleg az interneten bennünket később nézők és hallgatók. Tudják, hogy 24 éve szervezem havonta egy alkalommal egy jeles embert meghívunk ide Szekszárdra, hogy épüljünk belőle a gondolataiból, az értékrendjéből, ez a léleképítő, lehet, hogy ma már nem a legjobb kifejezés, de mindenképpen nem egy vallási szektor, hanem egy értékrend erősítő havi rendszerességű program. Úgyhogy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon-nagyon köszönöm, Tamás, hogy eljöttél. Maradhatunk meg ez a viszonyban tovább is, ugye? Köszönöm én is. Megengedem. Elsőre ő azt mondta, hogy szia, vagy szervusz, akkor így én köszönöm a barátságot. Mivel városunk jeles egyik polgára, méghozzá Harsányi Mária, akinek egy a kosárlabda történetében beírta a nevét a történelembe, a Szekszárd történetébe is, és napokban volt a film bemutatója, és utánpótlás edző is elhozta a most éppen edzésen kéne, hogy legyenek a lányok a mellettünk lévő sportcsarnokba, és ott folytatni kéne, de ők abba hagyták, és azért, hogy még jobban edzhessenek majd később, ők is eljöttek, és köszönjük a fiatalokat! Fiatalok! Igenek a fiatalok! És nem is, Harsit is üdvözöljük! No, tehát a mai beszélgetés első részében egyébként nem úgy terveztem, hogy nagyon sportról, nagyon vízilabdáról beszélgessünk, hanem majd más vizekre is erezünk, de első lépésben különösen a sportos ifjúság kedvéért. Talán azért mégis, hogyha arról beszámolnál, hogy te hogy jutottál arra az ötletre, arra a meggyőződésre és arra a döntésre, hogy minden más sport mellett első legyen a vízilabda, hogy kerültél a vízilabda közelébe, egyáltalán a víz közelébe, és még hogyha a gyermekkorodról, szüleidről, valamit egy korai kezdésről, hogyha mesélnél, mondanám. Hát nem vagyok könnyű helyzetben, mert eleve én mondhatnám fiatal korom óta mindig azt mondom, hogy nekem múltam, nincs csak jövőm. Tehát én nem tekintek hátra, alapvetően nem szeretem, hogyha egy sportoló arról beszél, hogy akkor meg akkor mi történt. Ha valaki emlékszik rá, akkor biztos jó volt. Biztos maradandó volt, ezért aztán úgy vagyok, hogy hát vízilabdáztam. Tehát valójában szerencsém volt, hogy a vízilabdát választottam, de mondhatnám azt is, hogy lehet, hogy a vízilabda választott engem. Az életben vannak olyan helyzetek, amikor az ember rácsodálkozik arra, hogy milyen jó döntést hoztam, ennek ellenére azért azt hiszem, hogy többségében sorszerű az ember élete, de miután azt mondhatjuk, hogy azért mégis az ember annyiban különbözik az állattól, aki gyakorlatilag a vegetatív életét él le, hogy mégis van valami beleszólása a sorsában. Én azt szeretem, én nagyon szeretem, van egy Szondi Lipót nevű pszichológus, ott a Freud, Jung, Adler idejében élt, ez egy magyarországi
ember, egy magyarországi zsidó ember, aki megfelelő időben kiment Svájcba, és Szondi Lipót foglalkozott a sorsa. Nézd, és ez engem azért tetszik, mert van egy olyan mondata, amit azt mondja, hogy valójában a sors vagy az élet igazából választások sorozata. Ami mindig azt jelenti, hogy mindig vannak lehetőségeid, több lehetőséged van egy pillanatban választani, de valamilyen oknál fogva mégiscsak azt választottad, amit választottál. Persze az öreg nagyon ravasz volt, mert szerette a keleti filozófiát, és azt mondta, hogy genetikailag determinált választások sorozata. Tehát az ember szeretne, vagy ugye szeretné, hogyha a sorsában igazából bele tudna nyúlni, szólni, jó döntéseket hozni, mert hát ez a nagy dolog, amikor az ember visszatekint az életére, akkor azt gondolja, hogy hát azért mégiscsak sokkal több jót húztam, mint rosszat, és ez valamilyen módon egy ilyen emelkedett emberi szintnek is gondolom. Szóval visszatérve, a vízilabdát választottam, hogy hogy választottam a vízilabdát, természetesen általános iskolában két testnevelő tanár, akkor még tornatanárnak hívták őket, és az egyik kézilabdán foglalkozott, másik vízilabdán foglalkozott, mind a kettőt csináltam, jó nagyokat dobtam, akcelerált, magas fiú voltam, és igazából már akkor, na őszintén, tehát tehetséges voltam mind a kettőben, borzasztó tehetség. De aztán kézilabda bajnokságot nyertünk, ilyen általános iskola, Budapest általános iskola, és akkor végül ott a vízilabda mellett döntöttem. Vagy a vízilabda választott engem, ahogy korábban mondtam, és nagyon, nagyon fiatalon kiderült az, hogy ebbe van lehetőség, ebbe van perspektíva. Már csak azért is megragadtam ezt a lehetőséget, mert hát inkább azt mondtam, hogy egy szegényebb családból származom, ahol az ember pontosan tudja, hogyha az életben esetleg egyszer csak a lehetőség megadatik, akkor azt megragadja. Hát én is megragadtam a vízilabdát, és pillanatban kiderült az, hogy nagyon sokat edzettem, el tudjátok képzelni, 13 éves koromban kezdtem vízilabdázni, 15 éves koromban már felnőtt csapatban játszottam, 16 éves koromban válogatott voltam, tehát én magam is elhittem, hogy akkor hát igen, mondták, hogy nagyon tehetséges, akkor tényleg a tehetséges vagyok, akkor abból indultam ki, hogy lehet, hogy nálam tehetségesebb nem került le az uszodába, de hogy nálam többet nem fog edzeni, meg nem is edzett senki, az egészen biztos. És én abból indultam ki, hogy én állandóan gyakoroltam, én próbáltam mindent ellesni, mindent megtanulni, és hát egyrészt arra gondoltam, hogy egy ember, egy jó játékos, egy jó kosárlabdázó, egy tökéletes majom szintjét el kell, hogy érje. Tehát amit a majom meg tud tanulni, az ember is képes, csak gyakorlás kérdése. Tehát addig csinált, míg egyszerűen az ösztön szintjére emelkedik a tudás. Tudjátok azt, hogy a tudás az az igazi tudás, ami az ösztön szintjén van. Tehát az csak egy ilyen, hát ismeret. Az igazi tudás az ösztön szintjén, ezt talán úgy lehetne érzékelni, hogy amikor az ember vezet egy autót, akkor sokszor előfordul veletek is, mert mindenkivel, hogy hűha, ezt nem is tudom, hogy korrigáltam. Tehát nem tudattal korrigáltad egy vészhelyzetet, hanem az ösztön tökéletesen működik. Na ergo, a lényeg az, hogy ezt a vízilabdát megragadtam, a családomról sokat nem olyan fontos, hogy beszéljek. Egy biztos, az uszoda, mint közeg, az nagyon, nagyon átütő. Ma is, hogyha egy kisfiú lemegy az uszodába, de szerintem a kislányok is, de a kisfiú lemegy az uszodába, akkor ahogy belép az uszoda kapuján, egyértelműen olimpiai bajnok akar lenni. Különben nem is kezd el vízilabdázni. A vízilabda pont ez a csodálatos, hogy egy ilyen hihetetlen
erővel, tradícióval rendelkezik. Én is, ahogy lejöttem az úszodába, egyből olimpiai bajnok lettem, vagy akartam lenni, csak annyi a különbség, hogy hát én egyből kiálltam, én a világ legjobb játékos akarok lenni. Hát ott nézték, hogy azért a kisfiú azért egy érdekes jelenség, tehát egy, még azért meg kellett volna úszni, meg sok mindent meg kellett, de hogy már a világ legjobb játékos akar lenni, azért fiam lassan a teste felkiáltása. De ez nem volt olyan bonyolult, mert a vízilabdasport arról szól, hogyha Magyarországon valaki a legjobb, akkor már majdnem a világon a legjobb. Tehát ez egy most sokkal nehezebb, mondjuk, hogyha jégkorongozó vagy, úgy elérni, hogy a legjobb legyél a világon. Ennyi a történetem. 17 éves koromban válogatott lettem, a többi az pedig már ilyen, szerintem statisztika, hogy akkor ekkor meg ekkor mit nyertünk, meg hogyan nyertük, ezért nem akarok ezzel foglalkozni. Azt hiszem, hogy talán még ami ide tartozik az, hogy ez a fajta tradicionális és szellemi közeg, ami az úszodában létezik, vagy létezett, az azt is eredményezte, hogy értelmiségi lettem én is. Anyám, apám persze természetesen nem volt értelmiségi, még érettségük se volt, és egy első generációs értelmiségként, hát én is elhatároztam, hogyha a szívós, mert mindenki a csapatban mindenki egyetemre járt. Én is szerettem volna egyetemista lenni, és akkor egyszer csak először elmentem szófestő mázolónak, ipari tanulónak, és hát ott akkor még ilyen beat korszakban nem fog bemenni egy gyárba mindig ugyanaz. Tehát a változatosság kellett nekem, egy újabb lakás, újabb fal, mindig. Ez egy darabig elment, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy eldöntöttem, hogy egyetemista leszek. Igen, csak az egyetemista, az csak úgy lehet egyetemista, hogy össze leérettségizik. Akkor már 18 éves voltam, vagy 17 elmúltam, és akkor hát gondoltam, beiratkozom magántanulónak. Ez a magántanuló dolog, mert bárki elvégezheti, ezt annyit kell tudni róla, hogy ez ilyen szigorított vizsga, egy nap, illetve két nap egy írásban és egy szóbeli, le kell vizsgáznod az egész tantárgyból. Ezt azért mesélem el, mert bizonyos értelemben az a fajta erőfeszítés, amit a sportban megtettem, a tanulásban is jelentkezett. Ez úgy nézett ki, hogy valaki azt mondta, Tamás, most 4 évig akarsz gimnáziumba járni? Hát mondom, miért? És akkor igazából fölkészültem első 2 évben különbözeti vizsgát, 3., 4., és akkor így körülbelül, hát nem egész 2 év alatt, 1,5 év alatt leérettségiztem. Csak az volt a nehézség, hogy nem tudtam eldönteni, hogy most humán orvosira menjek, mert az volt a dilemma, hogy orvos akarok lenni. Nem tudom én, körzeti orvos, bőrgyógyász, fülorgék, valami ilyesmire gondoltam. De akkor volt egy olyan szabály, hogy aki az orvosira megy, az AOK-ra, annak kötelező az orvosi egyetemnek a csapatába játszani. És hát miután egy ilyen csóró proli gyerekként, hát valami meg kellett volna élnem, ezért aztán maradt a pár csapata, a Vasas, aki hát semmiképpen sem akart elengedni, és hát az állatorvosi szakmát választottam, mert azt gondoltam, oké, akkor ez is egy nagyon minőségi egyetem, nem tudom, hogy mennyire tudjátok, tehát ott nincsen se levelező, se esti, egy évben 100 gyereket vesznek föl, tehát az egy nagyon, nagyon komoly egyetem. Az első évben a felvételem nem sikerült, a második évben aztán természetesen mondom, nagyon-nagyon sokat tanultam, tehát nem tudtam eldönteni, mert az AOK-n ott a fizika és biológia felvételi volt, az állatorvosi egyetem, meg matekból és biológiából kellett írásból itt, és kémiából szóbelizni, tehát mindegy, bekerültem, és hát mindig szokták kérdezni, hogy hogy lehet ilyen egyetemet elvégezni. Hát szerintem az ember alkalmas arra, hogy bármit megtanuljon. Szoktam gyerekeknek mesélni, hogy hogyan lehet mindezt elsajátítani. Hát azt hiszem, hogy nem olyan bonyolult, mert ha először meg kell tanulni. Pontosan meg kell tanulni 1 órát ülni, mondjuk itt ülök, és akkor csak itt ülök, még nem is olvasok. Aztán utána előttem egy könyv, és akkor ott olvasok, de még mindig ülök, tehát nem állok föl. Meg ott ülök 2 órát, meg 3 órát, meg 4 órát. És utána jön a tudomány, hogy úgy
próbáld elsajátítani, hogy pontosan tudod, 20-30 oldalként kell haladnod, ahhoz, hogy egyáltalán a végére jussál, és be tudjad tömni a fejedbe mindent, amit el kell sajátítani. Ez legalább olyan komoly tanulási folyamatot igényel, mint az, hogy megtanuljál, hogy mi a zóna, meg szoros emberfogás, meg technikailag ez csavar, pöcke, stb. És ezt én el szoktam mondani a gyerekeknek, erre érdemes időt áldozni. Az a probléma a mai generációt, ne állatokat hátul, hogy nekem is van három gyerekem, hármas ikraim vannak, nyugodtan tapsoljatok meg. Tehát ez azért fontos, mert amikor megszülettek a hármas ikrek, akkor az úszodában azt mondták, hogy azt többen azt mondták, hogy azt nem tudom, hogy a Faragó milyen játékos volt, de hogy tudhatott valamit, az biztos. Tehát, és a három gyerekem, aki kettő a Corvinus, egy pedig az ELTE jogra jár, tudom, hogy mennyire jelen van. Ugye 15 évvel ezelőtt, amikor megjelent ez a telefon, meg az internet, meg stb. Gyakorlatilag megváltoztatta a gyerekek életét. És a legnagyobb probléma, én szerintem, az, hogy az olvasás elmaradt. Az olvasás elmaradt, mert az olvasás az arra szolgál, hogy egy ilyen hosszú távú memóriát alakít ki. Míg a nézed a filmet, vagy ez, akkor csak ilyen villámok vannak, érted, ilyen képek egymás után, ami csak legyen a bambulásra tökéletes. Tehát igazán nem kell fölfogni, mi történik, mert kiesik valami, akkor is tudsz kapcsolódni, nem tudom én, 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva is a történethez, mert nem estél ki semmiből. Ez egyik része, a másik talán, amit talán jobban megértetek, tehát a mai világban ez az olvasás, ez azért lenne nagyon fontos. Ez egy küldetés lenne a tanároktól, hogy ezt ismét valahogy rávegye a generációt, de valami őszintén az én gyerekeimmel is nagy-nagy vita van, és erőszakosnak kell lennem az olvasás tekintetében, de az olvasásnak van egy óriási szerepe, pont ezért akarják megszüntetni az olvasást, mert ott, miután a világban a fogalmak háborúja zajlik, tehát a fogalmak háborúja zajlik, az azt jelenti, hogy a klasszikus fogalmakon kívül újra fogalmazzák a fogalmakat. Tehát könnyen át lehet verni. Tehát mindenkit könnyen át lehet verni, de az olvasás tudásával, vagy gyakorlásával egy klasszikus műveltséget szerez az ember, ami nem más, mint hogy pontosan tudod, emlékeid vannak arról, hogy mi az, hogy őszinte, mi az, hogy szerelem, mi az, hogy becsület, mi az, hogy árulás. Tehát ezeket a fogalmakat szinte a könyveken keresztül az ember magába szívja. Tehát ez egy hihetetlen segítség. És én abban az időben én nagyon sokat olvastam, én abból indultam ki, hogy kiolvastam a világirodalmat. Most nem azért, hogy dicsekedjek, de igazából egy élmény. Tehát én abból indultam ki, hogy hát igen, akkor kérdezik, hogy mit olvasok, hát klasszikusokat. Miért kell nekem ott okoskodnom? Tehát nem, hát az jó, az biztos, hogy jó. Hát ez mindenki tudja, az jó. Ha pedig te még nem érted, akkor az nem azt jelenti, hogy az nem jó, hanem azt jelenti, hogy te még nem vagy azon a szinten. Tehát nagyon egyszerű, ez nagyon jól működik. Klasszikusokat olvas az ember, és a klasszikusok azok bizonyítják, ezeket a fogalmakat megerősítik. Tehát megerősítik, ami a mai világban is fontos, hogy mi az, hogy őszinteség, mi az, hogy becsület, mi az, hogy árulás, mi az, hogy hazaszeretet, és sorolhatnám azokat a fogalmakat, ami hát mondjuk a mai általános világban ezek kulcskérdések, és hát erre mondtam, hogy a fogalmak háborúja zajlik, ezért is próbáltam itt az általános iskolásoknak, meg hát a kádereknek elmagyarázni, hogy az általános iskola most már van fogalmazás óra, és ez nagyon jó. Tehát, de én a fogalmak óráját az bevezetném, amikor, hát ugye, úgy őszintén, vagy ahogy tanultuk, úgy magyaráznánk el ezeket a fogalmakat. Mindegy, kicsit elkanyarodtam,
És akkor visszatérve én állatorvos lettem. Elsőben akkor is már lovakkal foglalkoztam. Kijártam az ügetőre, meg a galoppájára. Úgy gondoltam, egy ilyen termetű fickónak a ló az hozzám való. Tehát láttam, amikor oda mentem egy ló mellé, ugye egy magasság voltunk, akkor éreztem a tiszteletet. Nem tudtam még az eredményeim, de a tiszteletet megadta. Tehát egyszerűen... És akkor ezzel foglalkoztam. Igazából, hogy őszinte legyek, elsősorban nem is a lósport érdekelt. Azt is megmondom nektek, hogy mi, ami érdekelt. Az a... hogy hogyan lehet, ugye a lovaknál az egy szabály. Sajnos egy nagyon csúnya, szigorú, szinte otromba szabály, csak jó lóból lesz jó ló. Ezt még, tehát genetikai véletlenek előfordulnak, mondjuk a kincsen, vagy olyan, de ez egy szabály, a jó lóból csak jó ló lesz. Igen ám, csak én, okos kisfiú, arra gondoltam, hogy hogyan lehetne edzésmódszerekkel genetikai hátrányt kiküszöbölni. Ez, ami érdekel. Tehát mondjuk a ügetőn ott van olyan teljesen mindegy, hogy hány kilós emberül a szulkiba, akkor is ott vannak, tehát ott időre futnak a lovak, és akkor mondjuk biztos vagy az ember abban, hogy egy 1-21-es ló, meg egy, mondjuk az anya, 19-es az apa, akkor biztos, hogy ott utol több, majdnem biztosan 1-20-as időt fog futni. Na most ezt akartam én, hát igazából ezzel akartam foglalkozni, de aztán ebből nem lett semmi, mert egyfolytában még mindig vízilabdáztam, kimentem külföldre, és akkor ezzel előtte pedig egy ménesbe dolgoztam, nem is egybe, hanem három ménesbe, gyönyörű neve van a TS-nek, Vörös Október MGTS, tehát könnyű megjegyezni, és egy Dóra Béla nevezetű ember volt ott a TS elnök, és hát ezek abban az időben az ilyen vörös bárok, burger, meg a többiek, ugye ez volt, hogy, hát, hogy vagy vadásztak, vagy lovat tartottak, és ebből azért lehetett profitálni, főleg, hogyha magukhoz öltött, hogy Tamás, hát szeretném, hogyha te vigyáznál lovakra. Ez jó dolog volt, és aztán, amikor kimentem Németországba, ott is foglalkoztam még 2 évig lovakkal. Körülbelül ennyi az életem, és hát van még feladat. Tehát van feladat, ezt el is mondom már, nem a végén, hanem most mondom. Tehát 70 elmúltam, és hát most egy nagyon nehéz korszak előtt állok. Nem csak azért, hogy életben maradjak, mert az is fontos, de azért az is fontos, hogy azért hogyan lehet méltósággal megöregedni. Ezt azért mondom, mert én a sportban nagyon sok sportolót ismerek. Én az uszodában nagyon sok embert ismerek, generációkat ismertem, és ez nem mindenkinek sikerül. Ez nagyon komoly kihívás, méltósággal megöregedni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a végére, ezt nektek is mondom, a végére illik valamit megérteni. Úgy sem lehet, de azért mindenképpen törekedni kell. Hát körülbelül ennyi az ez a bevezető az én részemben. Parancsolj csak! Ennek rövid kérdése, hosszú választ kapok, de összességében nekem roppantul tetszett, hogy a Magyarországon a legjobb vízilabdázó vagyok, akkor talán már a világon is a legjobb, mert valóban azt elmondhatjuk, hogy a világ legsikeresebb vízilabdázó válogatottja a magyar. Tehát összességében itt hosszú évtizedeket figyelve... Segítek neked, 9 olimpiát nyertünk. 9 olimpiát, 4-szeres világbajnokság, 13-szoros Európa-bajnokság. Megpróbáltam ebből készülni, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy valóban, és ha elmondhatjuk, hogyha Magyarországon a legjobb ember vagy, akkor a világon a legjobb ember vagy, és erre érdemes legjobban törekedni. Hadd folytassuk ott a dolgot, mert nagyon jó irányba kanyarodott, bár van egy kérdés, mert az volt, hogy ne adjuk a mikrofont és a helyek itt kérdezzenek, mert esetleg hosszú lesz, hanem aki elküldi nekem a kérdést, azt én felolvasom és akkor megkérdezem. Van még egy sporttal kapcsolatos, meg az életpályáddal kapcsolatos kérdés, de lehet, hogy azt majd inkább egy picivel később, hanem azt, amit itt az emberre utaltam. Amikor telefonon beszéltünk, akkor mondtad, hogy egy
szövetség az 4-1 kártyát rendszeresen csináltak, és azon rajta van az a szó is, hogy tag, valamilyen tag, valaminek a tagja, member, és akkor arra leszoktad satírozni az M betűt, hogy a foglalkozás, hogy ember. Hogy hiány szakma. Erről, hogyha még egy picit bővebben. Hát igazából az egész életemben, azon kívül, hogy jó sportoló voltam, meg komolyan vettem sok-sok mindent, azért valójában egy nagy bohóc voltam, és szerettem a jópofi dolgokat. Ezzel persze vigyázni kell, mert általában azért a jópofi emberek azért előbb-utóbb, tehát nehogy a ripacság határát súrolja, tehát azért úgy lehet valami az ember szellemes, hogy azért próbálja megőrizni, hogy ne legyen belőle ripacs. És akkor ez így úgy jött, tehát ez ugye ember, tehát ez a member, tehát igazából én nem, a sportban én azt nem nagyon szeretem, hogy amikor mondjuk valaki, nem tudom én, teljesen mindegy kicsoda, az egy doktor, mondjuk doktor Faragó Tamás, én nem vagyok doktor Faragó, én Faragó Tamás vagyok, és amikor én dolgozom, mint állatorvos, akkor természetesen a doktor úr a megszólítást szívesen veszem, és ugyanígy gondolom, hogy amikor az ember ilyen címzetes dolgokat így említenek, hogy ez, meg ez, meg ez, hát persze jó ezt hallani, de én azt hiszem, hogy arra vagyok büszke, hogy hát azért mégis egyfajta ilyen asszociációt ébresztek az emberek, azt mondom, hogy Faragó Tamás, akkor azt körülbelül pontosan tudják, vagy körülbelül tudják, hogy én milyen ember vagyok. És megint dicsekszem, de én nem devalválottam, és erre én nagyon büszke vagyok. Tehát ez nem egy egyszerű feladat, mert általában az emberek többségét, főleg ha van rá lehetőség, megpróbálják bekeríteni. Szerencsére ennélkül is abszolút jól érzem magam, és hát az a... Hát ahogy tekintesz a világra, az úgy tekint vissza rád. Tehát jó képességgel rendelkezem. Én hiszek abban, hogy a gondolatnak energiatartalma van. Tehát a gondolatnak energiatartalma van. És természetesen a gondolatnak pozitív energiatartalma is lehet negatív is. Pozitív, negatív energiatartalma van. És én miután sugárzom magamból a pozitív energiát, én erre ezért hálás vagyok, mert nekem az volt a visszajelzés, hogy az igazából az nagyon kifizetődő. Az nem csak az ember tartását, hanem a hitét, egyéniségét, gondolkodását is kifejezi. És ezt szoktam mondani a csapatban is, hogy ez a pozitív energia a sportoló szinten, ez egy most nagyon, nagyon fontos feladat lett, mert a sport kimerítette az összes lehetőséget. Most majd tehetség, meg sokat edz, meg roborálás, meg dietetikus, meg pszichológus, minden, de a legfontosabb az, hogy hogyan lehet egy ezt a pozitív energiát megteremteni, és hát ez egy kihívás, de természetesen ez még egyszerűbb. Ez egy nagy kép, ez a pozitív energia. Tudjuk, hogy mi az, hogy harmónia. Tehát a harmónia az egyfajta egyensúly, ami közted és a külvilág között megteremtett. De hát ezzel még nem mondtam sokat, meg nem is jutottál messzire, mert az igazi kihívás, szerencsétlen ember, mert ezt az állatok is pontosan tudják, csak úgy maradhat életben, hogy megpróbálja, érted, a környezet és közte között egyfajta harmónia, egyensúlyt teremteni. De itt jön a szerencsétlen ember, aki saját magával is meg kell küzdenie. Tehát nem csak én és a környezet, hanem én és én, ami hát ugye nagyon sok embernél ez egy komoly kihívás, és hát ez is az élet egyik nagy feladatához tartozik, hogy az ember ezt megtanulja, és pontosan tudja, amiről most épp itt beszélek. Köszönjük szépen! Nem tudom, hallható a mikrofonom? Igen. Jó. Amikor kerestem rád a neten, hogy van-e valamilyen film, ez az amaz, egyrészt ez a Hegyi Istvánféle riport, és aztán találtam olyanokat, amelyek abszolút szakmaiak voltak, és én mondom, ha én most lehetnék fiatal, akkor én elmennék vízilabdázónak, mert ott, te ezeken a filmeken, ez úgy van beírva, hogy vízilabda lecke.
és bemutatod a kezdőknek, hogy egész a kezdőktől kezdve, hogy hogyan, milyen formában, milyen fogások vannak, milyen cselek, miket kell megtanulni, és így tovább. Tehát, hogy maga a sport edzőség, illetve a tanítás folyamata, az jött elő bennem, hogy elmondani, hogy mit kell csinálni, aztán megmutatni, utána hagyni, hogy a másik csinálja, javítani, ha nem jól csinálja, és utána onnan orvérzését gyakorolja be. Valahogy ez a pedagógiai része, mert azt is mondhat, hogy te nem igazán edző akarsz lenni, hanem először férfit akarsz nevelni, aztán ha megtanul vízilabdázni, az is jó. Hogy ezt hogyan egyezteted össze ezt a szakmai pedagógiát és az egyéb emberi pedagógiai dolgokat? Hát én abból indulok ki, először szeretném elmondani, hogy azért a világ az úgy igazságos, hogy nem tud mindenki jól vízilabdázni. Tehát, hogyha az ember ezt tudja, mert ez igaz, akkor már is, mint pedagógus vagy mint edző, egészen másképp állsz a dologhoz. Ha ugye a legnagyobb gond az edzőségben az, hogy az edzők többsége saját magát akarja megvalósítani. Amit én, hát ugye az edző kollégáknak elmondtam egy párszor, hogyha idáig nem tudtad magad beírni a vízilabda aranykönyvébe, akkor hiába nyersz 3 serdülő bajnokságot, meg 2 évig bajnokságot, azzal már nem fogsz bekerülni. De hogyha találsz majd egy Kásást, egy Benedeket, egy Varga Zsoltot, akkor, és azt te fedezted föl, akkor bekerülhetsz. Ez az egyik része. Ami a filmet illeti, nézzétek meg, nagyon jól nézek ki, és tényleg érdekes. Az igazából olyan bűvész mutatvány. Tehát hogyan lehet a vízben, mondjuk nem tudom én, mint egy fókat, tehát dekát feljelni, mondjuk 10-et, meg 20-at, meg hogyan lehet oxizni, meg lábbal dekázni, meg. Tehát ez elsősorban ez azt a célt szolgálta, Amerikában készítettük ezt a kis filmet, egy ilyen 30-35 perces, az a neve, hogy ball handling skills, ami, tehát ilyen labdatechnikai, tehát ügyességi gyakorlatok. És igazából hát ugye ez egy ilyen a narcizmusnak a teteje, hogy akkor ilyen örök életűvé tettem mindenki számára, hogy hát már egy bácsi lett belőle, de amikor valamikor, ugye nem csak a hármasikrek után, hanem valamiatt, érted, de tényleg tudott vízilabdázni, és akkor úgy megfogalmaztam magamban, hogy hát mi a különbség a tehetséges, mi a tehetség és a zseni között a különbség. És aztán, hát azt megosztom most veletek, tehát a tehetség az az, amit a másik nem tud megcsinálni, a zseni pedig az, amit a másik el se tud képzelni. Na ez voltam én. És ezért csináltuk ezt a filmet, hogy igazából a mai napig is tényleg, szóval nem tudom, tehát az élsportolók vagy a vízilabda játékosok többség, akik olimpiai bajnokok, világbajnokok, hát egy vagy kettő, aki képes ezt utánozni. De hát mindig azt kérdezik, hogy ez hogy lehetséges. Hát mondom, egy 10 évet rászánsz, akkor szerintem ezt el lehet érni. Tehát ez, amit mondtam, hogy egy jó vízilabdán egy tökéletes majom szintjét el lehet érni. Tehát egy ilyen cirkuszi mutatvány, ami hát elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a vízilabda az egy olyan sportág kellene, hogy legyen, ami hát mindenképpen sugározza a zsenialitást és az esztétikát. Ezt azért mondom, ezt az utolsó szót, hogy esztétika, mert a vízilabda sajnos, hát ugye 20 éve vagy talán már régóta azért harcolok, hogy hogyan lehetne a vízilabdából a 21. század sportját csinálni. Mi nagyon büszkék vagyunk a vízilabdázókra, a vízilabdázók eredményére, de vagyok őszintén dögunalmas. Tehát egy vízilabda mérkőzés dögunalmas, tehát nem lehet tudni, hogy mi történik, és ráadásul mindez még úgy, hogy téli kabátba bemész az uszodába, és inkább lesajnálod a vízilabdázókat, mint hogy irigyelnéd, hogy a vízbe vannak. Ellenben, ha mindez nyáron, tehát amikor süt a nap, amikor napozók ülnek a tizén, a páholyokban, meg a székeken,
és ott te labdázol, egy sárga labdázol, és az egész olyan, mintha egy fóka lennél, meg ugye büszkék vagyunk magunkra, hogy a vízilabda azok egy jó populáció, egy jó pasik ott, próbálnak ott bigészkedni. Ez egy érdekes és egy nagyon esztétikus sport. Irigylésre méltó. Na ez azt hiszem, hogy ez még mindig nincsen, de én ebben a filmben azt próbáltam bemutatni, hogy nyár van, meg lebarnulva, meg hát... És akkor a vége, a lényeg az, hogy egy jó pasi, még ráadásul ügyes is. Na ez volt a célja. És akkor a tanítvány, na most ez egyelőre szerintem itt megakadok, majd kérdezzél, mert még annyi mindenről lehet beszélni. Jó. Szakmai kérdés most érkezett. Vállalnál-e még szövetségi kapitányi pozíciót valamelyik nemnél? És akkor én hozzátenném azt a kérdést, hogy tulajdonképpen a szövetségi kapitány sorokban nem láttam a nevedet. Hogy magának a szakmának a vezetését, tehát az, hogy egy csapatot vezetsz, de hogy az egész szövetséget te vezetnéd, hogy ez hogy nem került? Nem, ez csak egy fogalmi zavar. Tehát a szövetség kapitány az a bizonyos a válogatott tért és a válogatott eredményért felelős személy, aki egyben edző, de hát sok minden feladata is még van ezen kívül. Hát voltam szövetség kapitány, igaz, hogy a csajoknál, és ráadásul én nyertem is velük, mint a nők, itt sok nő van itt, tehát el kell mondom, nagyon pozitív élményem volt velük. Azért, azt is elárulom miért, mert a nők azok hihetetlenül racionálisak. Tehát ez nekem nagyon tetszett. Egy nő, hogyha megtalálja valamiben a rációt, akkor az megcsinálja. Mi férfiak mindig okoskodunk. Tehát tehát a légvonalban 5 km, de ő tud egy rövidebb utat is. Tehát egyszerűen nem, tehát egy nő, hogyha összeáll a dolog, akkor azt megcsinálja. Tehát ez egy nagyon jó dolog, és nagyon-nagyon eredményes. Ráadásul én mindig azt mondtam, hogy a játékosok csinálják az edzőt. Én megpróbáltam a csajokat olyan értelemben segíteni, hogy hogyan lehetne ezekből a tehetséges, csinos kislányokból, hogyan lehetne mondjuk világbajnok, vagy európa-bajnok, és ez úgy bejött. Persze aztán vannak nehézségek, tehát mert egyszer sokszor megkérdezik, hogy mi a különbség, mert a férfiakkal is foglalkoztam, a Basas felnőtt csapatával, utánpótlás csapatokkal. Hát ott azért vannak érdekes dolgok. Hát az elsősorban a koncentráció, tehát mi férfiak ugye tudjuk, hogy mit jelent a koncentráció, vagy ha nem, akkor tanuld meg. És az, hogy például egy férfi, hogyha nézi a tévét, akkor hiába beszéltek hozzá, nem lehet onnan kirobbantani, az annyira oda koncentrál. Egy nő az mindenre figyel. Tehát volt olyan élmény, hogy látom, száll felé a labda, és látom az arcán, a szemén, hogy ki hol ül, kivel beszélget, milyen ruha van rajta, minden. Ki a labda? És akkor igen, a labda, tehát a nőknél ez a, tehát a nők több felét tudnak figyelni. A feleségem is két nyelven beszél, meg velem is beszélget, de egy pár asztalt még azért ott lecsekkol, akik a környezetünkben van, tehát egy férfi erre alkalmatlan. Aztán van még egy nagy különbség, hogy a nőknek szükséges a harmónia. Tehát a közösség, az, hogy nem tudnak anélkül együttműködni. Tehát ott mi férfiak úgy vagyunk el, hogy oké, most vagy a haverom, de hát akkor vigyük arrébb ezt az zongorát, érted? Vigyük arrébb, aztán a nőknél ez nem, ott mind kell az activity, a barátkozás, a megbeszélés, tehát minden kell. És hát mi férfiak igazából azért ez egy jó tulajdonságunk, hogy azért nem vagyunk haragtartóak. Tehát jó, mondjuk én sem vagyok haragtartó, csak bosszúálló, de nem vagyunk haragtartóak. A nőknél ott más, ott hiába provokálod őket, hogy akkor most mondja el, hogy akkor mi bántja, azt lehetetlenség megtudni.
De, és most jól figyelj, társakat gyűjt, és közösen kinyírnak. Tehát ezért veszélyesebb, tudod? Ezért veszélyesebb, érted, ott a problémát mindenképpen, ha nem így, akkor másképp kell érdemes kezelni. Hát ennyit mondjuk a filmekről, hogy miért lennék egy szövetségkapitány, na, az hiányzik még. Tehát az, én azt gondolom, hogy a szerencsére az élet megadatta, hogy a játékosok segítségével, hogy sikeres edző is vagy, mondjuk, hát igen, talán sikeres edző is lehettem, de ez egy nagyon nehéz szakma, tehát főleg aztán idősebb korban szinte én nem értem, hogy miért olyan fontos, de nem lennék. Ráadásul azt is elmondom nektek, hogy a Magyarországon nem csak a játékosok tehetségesek, hanem egy nagyon tehetséges edzői garnitúra is van. Tehát másképp ez nem megy. Tehát itt a hagyománytisztelet az nagyon-nagyon fontos. Itt nem csak arról szól, hogy akkor pontosan tudja, hogy akkor az előző generációban XY milyen módszerekkel dolgozott, hanem ő is valamit megpróbál hozzátenni. Tehát, és nagyon-nagyon, hát nem véletlen. Tehát csak elmondom ezt is dicsekvésre, tehát tavaly az utánpótlás válogatott a kislányoknál U15-17-19, a fiúknál ugyanúgy U15-17-19, mindent megnyertünk. Tehát az azt jelenti, ez két dolgot jelent. Egyrészt, ahogy a témánál maradjak, jó edzők vannak, meg hát hihetetlen tehetséges társaság. Tehát újra és újra valami hihetetlen új, nagyon erős generáció nő fel. Tehát ez egy ilyen dolog, mindig sopánkodunk, hogy jaj, kimegy egy nagy generáció, akkor most mi lesz velünk? Nem történik semmi, mert a következő generáció az legalább annyira tehetséges, annyira sikeréhes, és sőt, az is olimpiát fog nyerni, vagy olimpiai bajnok lesz. Tehát nem, de mindig, amikor fiatal voltam, akkor mondták az öregek, hogy akkor Tamás, tudod, versenyzőnek játék, hogy az nagyon kemény. Edzőnek, Jézusom, az még nehezebb, még sportvezető, az igen, hát az abba van buli. Na most én már sportvezető vagyok, tudod, és ennek megfelelően így azt hiszem, hogy kívülről bölcsen, nem osztom az okosságot, de kívülről bölcsen nézem a mérkőzéseket nagy-nagy szeretettel, mert azt továbbra is azt mondom, ott hátul mondom, hogy a legfontosabb edzői tevékenység vagy lehetőség, egyet higgyetek el, nekem az, hogy dicsérni és korrigálni. Nincs más lehetőséged, mert úgy is kiderül az, hogy kiben mennyi a kurázsi, és aztán természetesen az majd úgy is eldönti, a tehetség, a kurázsi, az majd eldönti. Teljesen felesleges, amit mondtam, hogy olyan gyerekekből akarunk mondjuk vízilabdajátékost csinálni, aki látszik rajta, hogy értelmiségi. Tehát egyszerűen aranyos, kedves, jön a szülő, mondja, hogy a gyerek miért nem játszik, pedig hát ő látja, hogy olyan gyors. Hát mondom, gyorsak mindig rossz irányba úszik. Tehát, és akkor az ember az észrevesz, és akkor azt mondja, fiam, érted, hát anyád, apád értelmiségből, érted, de is menj műszaki egyetemre, nem tudom, ide, majd ott érted, helytálsz. És én azt hiszem, hogy a tehetségek azok valahogy független az edzőtől kiválasztódnak. A legszebb dicséret, amit én kaptam, öregeket megkérdeztem, persze, mert én is öreg vagyok, de még egy pár évvel ezelőtt megkérdeztem, akik még ugye emlékeztek rám, hogy mi volt az én titkom. Hát azon kívül, hogy mondjuk jó fizikai adottsággal rendelkezem, mert mondjuk egyszerre vagyok erős, meg hajlékony, az általában a sportban egy elég ritka dolog. Tehát erőt eszem a férfiaknak, mondom ezt, hogy tanítottam a fiúknak, hogy azért, tehát, hogy azért az a egyszerre vagy erős, tehát nagyon sok olyan sportolót ismerek, aki nagyon erős, és nagyon sok sportolót ismerek, aki nagyon hajlékony. De alig van egy-egy sportoló, aki egyszerre nagyon erős és nagyon hajlékony. És most jön a férfiaknak üzenek, mert ezt a fiúknak is elmondtam. A férfi az vagy nagyon erős, vagy nagyon gyengéd.
de alig-alig van, érted, olyan férfi, aki egyszer nagyon erős és nagyon gyengéd. Na szóval ide kell benyomulni, mert erre nagy igény lenne, és ennek megfelelően tanítom a gyerekeket, és ennek megfelelően próbálom valamilyen módon útba igazítani. De egy biztos, ahogy Csaba is említette, lehetőleg azért én tényleg fiúkat, férfiakat nevelem, mert erre nagy hát hiány van. Tehát hiány van férfiből. Még emlékszem, Márainál olvastam valami naplóban, hogy és hát persze csak körbe kell nézni Európában, vagy a világon. Tudod, hogy a hős lelép, és a ripacs fellép a színpadra. Ezt látjuk, gyerekek. A hős, aki elől lovagol, érted, aki, tehát a hős, az igazi vezér, az mindig elől van a csatában. Érted? Most érted, igazából az lelép, és helyette a színpadra föllép a ripacs. Tehát ezt próbálom a fiúknak ezt elmagyarázni, ez nagyon fontos, a férfi. Meg hát még egy dolgot, a férfivel kapcsolatban eszembe jutott. Végül is a férfi feladata semmit sem változott. Szerintem 5000 év óta most is ugyanazt várják el a nők. Két dolog. Meg kell tudni védeni a barlangot, és elejteni a vadat. Ennyire egyszerű, fiúk. Tehát itt nem kell színezni, ezt a kettőt várják, csak hát, hogyha megnézitek, vagy körbenéznek, akkor a többségében ott a nők, érted, a barlang előtt állnak egy ilyen bunkóval, érted, meg azt mondja, remegve ott hagyják a csecsemőket, hogy elmennek vadászni, mert le is kajálni is kell valamit. Tehát ezt próbálom a fiúknak úgy valamilyen módon sugározni, az érdemes. Ha férfi akarsz lenni, akkor légy, ami lennél férfi, a fűkinő utánat, mondta a költő, de hát ez így is van. Mindegy olyan kérdés kell, hogy tegyek, amit egy a léleképítőt rendszeresen követő valaki küldött, és van még egy másik is. Azt mondja, szia Csaba, én azt kérdezném tőlem, hogy miután még a régi rendszerben, 1984-ben egy kiélezett nemzetközi helyzetben Nyugat-Németországba mehettél légiósként. Miként emlékszel vissza, milyen körülmények közepette indultál az új klubba, illetve mik voltak a különbségek az ottani, illetve a hazai vízilabdázás között, edzés, tudati, stb. Szinten? Ez a kérdés. Hát egy bizonyos kor után, főleg ugye a 84-ben a Szovjetunió, meg az Egyesült Államok, már akkor is volt ilyen civakodás, mindig van civakodás természetesen. Akkor a szovjet hatalom úgy döntött, persze a szocialista blokkra, hogy a Los Angeles olimpiára nem megyünk. Tehát fölkészültünk, elkezdtünk tréningezni, életem annyit nem tréningeztem, és akkor az olimpiát az elúszott. Ez szerintem nagyon jók voltunk. Most nem azt mondom, hogy nyertünk volna olimpiai bajnokságot, de hogy biztos, hogy dobogón vagyunk, és ott elől végzünk az egészen biztos. És utána, hát akkor már egy lehetőséget kaptak a legjobb sportolók, hogy esetleg, mint sportoló, kimehetsz profinak. De amikor én kimentem, akkor még nem volt erről szó, ez csak később lett, egy évvel később, hanem én egy utolsó ilyen, hát az olimpiai felkészülés alatt kimentünk Németországba, és Duisburgba, hát ott játszottunk, nem tudom, talán Kuba, vagy nem tudom, valakivel játszottunk, és kijött egy milliómos, egy düsseldorfi milliómos, akinek öt fia van, és mind az öt vízilabdázott. Ő is vízilabda rajongó. Mert azt mondták neki, hogy van itt egy hosszú ajú fickó fülbevalóval, de hát nézd meg, ezt vedd meg, igazold le, ha lehetséges. És akkor megnézte, tehát azt hiszem 4 vagy 5 volt lőttem, mondta, hogy kell. És akkor igazából, mint állatorvosként nem tudtam kimenni, nem kaptam munkavállalási engedélyt, de mint testnevelő tanár, erre volt lehetőség, én a TF-et is elvégeztem. Tehát TF, meg szakkezdő, meg ezeket is elvégeztem. És akkor kimentem Németországba,
Milyen volt Németország? Hát először akkor még Nyugat-Németország volt. Hát akkor még olyan tátott szájjal figyeltük a nyugatot, hogy mennyire irigyeljük őket, a jólét, a pénz, a lehetőség, mindent. Valójában egy olyan csapatba kerültem, ahol a milliómosnak az ötből legalább három fia játszott. Borzalmasak voltak. De, tehát ezek kimondottan milliómos fiúk voltak és értelmesek, de egy Jörg Dirk ötös, ez a három játszott, mondom a Dirknek, gyere ide, Dirk, akarok veled beszélni. És ez ilyen tiszteltudó gyerekek voltak, hogy a marsalsági miatt a teljes agymosás történt Németországon, most aztán pláne érzékeljük, hogy szegény németek magukat kiherélik, de hát mindig ez legyen a fő dolog, már akkor is nyoma volt ennek. Mondom, Dirk, gyere ide, akarok veled beszélni. Mondom, igen, ja volt. Mondom, szeretnélek megkérni valamire. Addig ne dobd el a labdát, míg meg nem kapod. És így néztem. És nem azt mondta, hogy Tamás azért ennyi a francban, hogy hülye vagy, te elment az eszed, hanem így elgondolkodott, és azt mondta, megpróbálom. Na, szóval ilyenből állt az egyik gyerek, aztán volt ötös, az is az a harmadik gyerek. Az képtelen voltam rávenni, hogy a stílusosan, hogy ugye nagyon egyszerű, mert a sportban, a dobásnál mindig van egy ilyen, olyan forgató nyomaték. Tehát alapvetően, amikor nem csak a karod, vállad, izomzat, hanem alapvetően a törzs elmozdulásából is igazából segíted a mozgást. Na, de az mindenképpen az szükséges, hogy egyrészt ellentétes kéz az elő legyen. Na, ennek a szegény ötösznek ezek mindig hátul volt, mintha levágták volna a támaszkodó kezét. De aztán rájöttem, hogy így soha nem fogja eltalálni a kaput, ezért elmondtam neki, hogy körülbelül mit célozzon ahhoz, hogy a kaput eltalálja. De abszolút, jó, tanulékony gyerek volt, a vége már is találta, de hát valljuk össze, egy hülye gyerek, nem? Hát azért mégiscsak egyszerűbb azért egy kaput célozni, mint egy oszlopot, mert csak akkor találod a kaput. Az első, a Jörg, hát az is egy érdekes gyerek volt. Mindig kellett menni, ugye volt a Spandau, az volt egy ilyen ellenfél. Hát tehát Nyugat-Németországban, Nyugat-Németország, Nyugat-Berlinbe kellett menni. Nyugat-Németország, Nyugat-Berlinbe, csak át kellett menni az NDK-ba, NDK-ba után át kellett érteni a Nyugat-Németország. És akkor mondták nekem, hogy akkor ne menjünk kocsikkal, mert hát ilyen nyújtott, nem tudom, három darab 280-as mercit adott az öreg, és azzal furikáztunk. Jörg mondja nekem, hogy ő akkor szálljunk föl, mert magángépe van. És akkor így mégiscsak egyszerű, akkor szépen el. Mondtam, Jörg, aranyos van, de én nem megyek, hát nem arra, hogy én nem. De hogy majd sokkal kényelmesebb, nincs határérzet, felszállunk a repzsen, mindjárt ott vagyunk. Nem, én szeretnék mindenképpen a kocsiba maradni. Azt mondja, de mondd meg Tamás, hogy miért nem? Hát mondom, figyelj Jörg, megmondom őszintén, én arra gondolok, hogy ha úgy vezetsz a repülőgépet, mint hogy vízilabdázol, akkor én ezt nem merném bevállalni. És erre azt mondta, köszönöm az őszintességet. El lett intézve. Na szóval itt volt, és hát ez egy nagy lehetőség volt, mert ez volt a jutalom, a szocializmusban jó sportoló, vagy élsportolónak, hogyha volt lehetőség, aki mehetett. És akkor itt eltöltöttem 3 évet. Végig gól rekorder voltál, hát addig most is az vagy. Nem, igen, tehát ilyen abszolút persze, mert a... 135, nem tudom mennyi. Hát most az történt igazából, ott, mint a két falu között 10 meccset kell megnyerned. Mindegy, hogy hogy szerepelsz, olyan, a Duisburg, meg a Düsseldorf, azért nem tudom én, ez 40 kilométer, de 40 kilométer a Köln, de mindegy, hogy a Stuttgart vagy, azok nem voltak, nem számított, de ez a szomszéd falu ellen mindenképpen nyerni kellett. És hát tényleg mondjuk abban az időben csak ilyen bajnokságunkként olyan, hát minimum 5-6, de szerintem még több gólt rúgtam. Tehát... Szezonként 5-5 legalább. Hát ez igen, hát így beálltam centerbe, hogy fölrúgtam, és a felsőbe be lehetett rúgni, csak azért, hogy ott magamat kaseroljam, vagy igazából pénzemért megdolgozzak. Ennyi volt Németország. Természetesen az volt a jó Németország, hogy mellette, mint állatorvos dolgoztam, tehát lovakkal foglalkoztam, dr. Schwarz,
felesége dr. Schwarzné, az a kisállattal foglalkozott, és a dr. Schwarznének jártunk ott, hát ott a Ruhr-vidéken, ott elég sok ember tartott lovat. De valami borzalmas, mert hát ugye én dolgoztam Sarlóspusztán, ami ott Örkény, Tatár-Szentgyőr környékén van, ott voltam 6 évig állatorvos, ugye hát jöttek itt a külföldiek, főleg németek, hát azok elájulnak, hogy Magyarországon is, ez a fantasztikus, hát megkapod a lovat, és oda mész, ahol akarsz. Érted? Kiskunyság. 30 kilométer előre, hátra, bármerre mehetsz. Ott Németországban ilyen csapágyakon, vagy csapásokon kellett menni, tudod, és akkor hát úgy tudod, ilyen séta lovaglás volt. De mindez egy jó volt, érdekes volt. Ez volt az én egyik profi karrieremnek az állomása, a másik meg aztán elmentem Arenzánóba, Amerikába, vagy Genova mellett, Arenzánóba. Ott 2 évet voltam Olaszországban. Azt szerettem, Olaszország az más, tehát ott gyerekek. Olaszország az tudod, az van. Tehát már erre az a különbség, hogy mondom, 2 történet, úszunk, ugye játékos edző voltam, én voltam az edző is, meg a játékos is, és volt egy ilyen szakállás fickó, hát mondom, ez talán ilyen alternatív mókus, ezzel talán szót lehet érteni, mondom, haj ne, ugye nézzünk, iszunk utána egy sört. Erre azt mondja, mit csinálsz a jövő héten? Mondom, Rajna, te meghűltél, azt kérdezem, utána iszunk egy sört? És ő tovább mondta, hogy a jövő héten egy termint kéne, és akkor... Tehát Németországban mindig ilyen nagyon, hogy tehát nincsen ilyen prompt, tehát nincsen azonnali... ez hiányzik a németekből, nem akarom őket bántani, de hiányzik. Tehát ők pontosan tudják, hogy mikor van, tehát minden be van ütemezve. Még az asszony is. Tehát egyszerűen minden be van ütemezve, mikor söröznek, mikor minden be van. Egy másik történet, épp süt a nap. Ugye ez arra felé azért ott mindig ilyen 4-5 rétegben rohant a felhő. Ott aztán lehet depressziós az ember. Tehát egyszer sütött a nap. Mondom egy másik fickónak, de mondom, van egy ilyen nagyon büszke Düsseldorfban, egy Königszálinak hívják, hát egy ilyen, hát egy állít, hát egy fasor, valójában, de egy ilyen telekávézóval, üzletekkel, tehát egy ilyen nagyon sikeri, ami az, tehát németül azt jelenti, hogy olyan sznobizmus, tehát mondom, most süt a nap, elmegyünk szembe a nappal, és iszunk egy kávét, mondom a egyik játékosnak. Ez azt mondja nekem, hülye vagy? Mondom neki, miért, mi a baj? Tudod, menj ott egy kávé? Mondom, nem tudom, menj egy kávé, de annyit nem kérhetnek, hogy én oda ne üljek le, szembe a nappal, és igyak egy kávét. Ez azt mondja nekem, a hülyéje, hát ebből otthon 5-6 kávét is tudnál inni. Na, mondom, értok. Na, ezek után jött az Olaszország, ahol aztán olyan, hogy hát ott csak ennyi. Megérkezem, első edzés, jó, majd én leszek az edző, meg 12-kor, ugye, mert akkor voltak, hogy dolgoztak, 12-kor volt a délelőtti edzés. És 12 előtt ott vagyok, egy lélek nincsen. Nézelődöm, már elmúlt 12, lassan 1:15, még mindig senki. A 1:15 is elmúlt, mondom, kérdeztem ott a Banyinónak, az egy ilyen úszómestertől, hogy nem tudom, hogy most eltévesztettem, hogy esetleg én jöttem rossz időben, hogy hol lehet a csapat. Hát hogy a csapat itt szembe, ott van, a bárba, ott menjek át, és ott majd ott van a csapat. Berontok, mondom, gyerekek, hát 12-kor edzés van. Erre a válasz egyik, azt mondja, Tamás, jó, hát aki pontos, csak ennyi. Hát aki pontos, az így járhat, érted? Hát egyszerűen. És ez jó, tehát én ezt szerettem. Tehát az a fajta, ilyen szempontból, hát mondjuk mi magyarok ebben a két kultúrában, két kultúrkörben nőttünk fel. Én szerintem mi vagyunk az arany középút, tudod? Tehát mi képesek vagyunk olyannak is lenni, mint amilyennek az emberek mondjuk Rómában, meg azért alapvetően az a fajta
racionalizmus, amit ugye mindig németül szoktam kifejezni, hogy investere donna kassieren, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy csak akkor, ezt el kell mondanom a gyerekeknek is. Tehát azért fontos, hogy az emberi életnek egy bizonyos része az arról szól, hogy az ember felhalmoz. Mondom, gyerek, ez úgy kell elkezdeni, egy nagy zsák, és a zsákba beletöltöd a tudást, mindent. Iskola, érettségi, jogosítvány, nyelvvizsga, nem tudom, ez az minden, pénz, szakmák. És amikor aztán megszól az ember, akkor a zsákból lassan az ember kivesz, és akkor igazából azt megpróbálja a nehézségeit abból a zsákból pótolni és kiküszöbölni. És ez, én szerintem ez a Magyarországon ez egy ilyen hely. Tehát Bétang jó hely. Most nem akarok itt a hazafiaskodni, de ez a Magyarország egy nagyon jó hely. Tehát én annyi voltam a világon mindenhol, de higgyétek el, az persze más kérdés, hogy hiába pedálozunk, így is úgy is át leszünk verve, de ettől függetlenül, az egy más kérdés, de hogy ez a legjobb hely, az egészen biztos, mert éltem én sok helyen, tehát sokat voltam törökök, Görögországban, Spanyolországban, Portatán, ez egy nagyon jó hely. Az amerikaiak soha nem értették azt, mikor kimentem Amerikában, mert volt egy időszak, amikor ezt a filmet csináltuk, akkor mindig az volt, hogy pénzkeresés, ez is pénzkeresés, hogy meghívtak Amerikába egy ilyen két hétre, egy hét volt úgynevezett klinik, ilyen nagyon menő egyetemeknek a uszodájába. Ott főleg Kaliforniában vízilabdáznak ott az amerikaiak, és akkor ott a Kalifornia környékén, ott San Francisco, vagy Los Angeles környékén, a USC, UCLA, de mindenféle van, Berkeley, minden. Tehát a legjobb egyetemek ott vannak, és hát természetesen ott időnként, amikor vége volt az edzésnek, akkor ezek az amerikaiaknak el kellett mesélni, hogy ez a Magyarország milyen. Tehát, mert hát mondtam, hogy hát ez egy más világ, gyerekek, itt nem nagyon. Eleve nem értettek, hogy mi az, hogy kenyeret eszünk. Mi az, hogy miért eszünk mi kenyeret? Hát mondom, mindegy, most nem akarom neked elmagyarázni, majd egyszer gyere és megtudod. És elmondtam, mi a különbség. Tehát az a különbség, hogy Amerikában az ember kimegy, akkor ott a vegetáció az biztosítva van, de hiányzik az élet. Magyarországon itt van élet, csak a vegetációt nehéz előteremteni. Ez az alapvető különbség. De van, tehát a vegetációt már biztosítani tudod, akkor én azt gondolom, ahogy előbb mondtam, mert ennél jobb hely nincsen. Tehát az egy... Meg hát... Nehéz dolog, tudod? Tehát én, amikor gyerek voltam, ha nem lettem volna 17 éves koromban válogatott, én is azon gondolom, hogy elmegyek Amerikában. Akkor ugye az volt a beat korszakban, hogy elmenni Amerika, tehát Amerika az ígéret földje. És hát, mert ugye az milyen jó dolog lehet Amerikába egyetemre járni, milyen jó dolog. És akkor, hát mondjuk az Amerika azért más volt, mint a mostani Amerika, azt elmondom nektek, az teljesen más. De hát mindegy, az a világ ilyen, mi egyelőre ide itt vagyunk, és most arra kell figyelni, hogy nehogy véletlenül megint legyen valami, tehát ilyen választóvonal, mint a szocializmusban, csak nehogy most véletlenül kimaradjunk, hanem most arra törekedjünk, hogy itt belül maradjunk. Na ez az persze az én privát véleményem, de hát majd úgyis majd még erről még beszélgetünk. Magyarország vízi nagyhatalom, ha szabad ilyet mondani, és a vízi sportokban nagyon otthon vagyunk. És látsz-e a kettő között valamilyen különbséget, hogy ott a vízes sportokban vagyunk mi alapvetően nagyon jók? Van-e ennek összefüggése szerinted? Nem, én szerintem nincs. Én elsőszerűen, tehát őszintén nincsen. Én szerintem a hagyományból fakad. Tehát ezek sikersportágak, és ezek a sikersportágak
mégiscsak jobban vonzzák a tehetségeket. Tehát egy öttusa, vagy egy vízilabda, vagy egy kajakkenú, tehát természetesen vannak példaképek, és ezek a példaképek meghatározzák a következő generációnak az ambícióját. Meghatározzák a viselkedését, gondolkodását, eredménycentrikuságát, mindent. Inkább csak erről van szó, hogy az emberek, tehát Magyarországon nyilvánvaló, hogy olyan sportágat, hát most már persze ez nem, ennyire nem igaz, olyan sportágat választanak, akinek van erre a lehetősége, amiben sikeres lehet az ember. Ez azért nem igaz most már, mert ugye vannak ezek az e-sportok, tehát ez ugye letarol sok-sok mindent, ez nem tudom. Tehát a sportok 10%-a már ezt űzi, akkor vannak a küzdősportok, az egy külön, megint egy külön kategória, akkor ilyen mindenféle érdekes mondani, hogy a klasszikus, tehát az ökölvívás vagy a birkózás ebben nincs benne, hanem ilyen küzdősport, tai chi, kung fu, ezek, és van a, amikor csak ez a, hát amikor csak gyúrnak, főleg fiúknál, elmennek konditerembe, és akkor már számunkra az a sport, jól akarnak kinézni, hihetetlen erőt bedobnak, nagyon módszeresek, és hát ez a úgynevezett, hát kondi edzésre járnak, súlyt emelnek, tehát mondjuk szerintem ebben az a probléma, hogy ezek a fickók, akik rommá gyúrják magukat, kicsit olyan, nekem olyan mulatságosak, mert nem funkcionális izmokkal rendelkeznek, hanem csak... Hát, tehát én azt gondolom, egy gyerek, az, ha lehetséges, akkor menjen az úszodában és úszom víz alatt. Miért úszom víz alatt? Ezt is szoktam mondani a gyerekeknek, a fiúknak. Azért, mert... A csajok előbb-utóbb a mellkasra is rátekintenek, tehát itt mese nincs, érdemes egyszerűen, és az nem mellékes, tehát egyszerűen fiatal korban az ilyen aciklikus sportok, az nagyon, nagyon jó, mert a légzés és keringési rendszert nagyon-nagyon fejlesztik, tehát az aciklikus sportok, még az úszás sem tud annyira, sőt, még a vízilabdázók még azzal is kábítódó, de erre volt felmérés is, hogy érdekes módon a vízilabdázóknál, például a fiúknál lemérték, hogy igazából a genetikai prognosztizált magassághoz képest legalább 4-5 centivel magasabb lesznek a férfiak. Tehát azért, mert ugye tehát egy vitán kapott tüdő, és akkor a következő része pedig az, hogy amit tudom, már a mellkas, ugye kénytelen a tüdő, tehát a tüdő tágulása, a mellkas tágulása és a mellkas tágulása magával hozza, hogy maga a gerinc oszlop is egy kicsit meggyúlik, és ezáltal az a 4-5 centi egészen természetes. És ez a vízilabda. Ami a kajakkenut életi, hát ott Istenem, hát azt gondolom, hogy fantasztikus. Főleg ott a csajok, de hát ott vannak ott a férfiak, és generációk óta mindig hihetetlen jó kajakosaink, kenusaink voltak. Isten nyugosztai Vikman Tomit is, aki még egy a halhatatlanok tartozott. De hát most a Kovács Kati van ebben a 21 emberben, ez a úgynevezett halhatatlanok egyesületében. Hát nem is tudom, 35 érme van, nem tudom, az Európa bajnoki, meg az olimpiai bajnoki érekkel, 35. Hát egyáltalán téged anya szült, vagy nem tudom én, tehát... És akkor van a harmadik sportág, amire meg én azt gondolom, hogy ilyen, tehát így magyarok úgy büszkék vagyunk, ez pedig a vívás. Az ennek nagyon örülünk, ennek az egyesületnek a vezetője a Nagy Tibi, az is... Hát egymás után nyerte az olimpiai bajnokságokat, ez egy csodálatos. Meg most ugye ez az új, egy csoda gyerek a Szilágyi Áron, aki... Hát ugye ez a, amit az ember csodál, mert ugye hogy van egyszer, amikor testi, lelki, szellemi egységben van valaki. Tehát ez maga a csoda. Testi, lelki, szellemi egység, mert ugye az a legfontosabb, hogy megfelelő pillanatban a lehető legjobb döntést tudja hozni, amit még ráadásul ki is tud kivitelezni, vagy ki tudja kivitelezni, igen. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a sportágok, amik Magyarországon a legnépszerűbbek. Egy hosszabb kérdés, de ha
vége felé ezt hadd tegyük föl. Tisztelt Haraga Tamás úr! Van a sportvilága, és van a mi civil hétköznapi világunk. A sportban a szabályok egyértelműek, a civil hétköznapi világunk sokkal árnyaltabbnak tűnő szabályok alapján működik. A sportban a teljesítményen alapuló igazságos elbírálás alapján ítélik meg a résztvevőket, és ez a mi kis hétköznapi szürke emberi igazságérzetünknek, még ha néha fájdalmas is, 22 pont előny után mégis vereséget szenvedni, de mégis elégedettséggel tölt el. A meccsek korra játsszák, és ezt ha néha nehezen is, de elfogadjuk. Mi van azokkal a milliókkal, akiknek ez a megítélés nem adatik meg? Házi munkában a háziasszony főztjét, ki így, ki úgy értékeli, közösségi munkában, munkahelyen sokszor nem a valós teljesítmény a lényeg, hanem hogy ki a főnök kedvence, vagy éppen kit utál. Vagy a társadalomban egy fűnyírószerű szabályozással emelik a mindenki fizetését, helyzetének megfelelően, egyformán, független attól, mint például most mondjuk egy lelkiismeretes diákok által is elismert, elhivatott pedagógusról, vagy egy saját óráját is unatkozó lusta, minden elégedetlen tanárról legyen szó. A sportban az odaadó, szorgalmas, tehetséges előbb-utóbb eredményes lesz, a simlis, lusta helyezkedő pedig előbb-utóbb lebukik. Ha a sportban valaki meg nem engedhető eszközt használ, még bajnok címét is elveszítheti. Társadalmunk van azonban, amely ugyan alapvetően jogbiztonságos és demokratikus, mégis sokszor legfelsőbb szinten is kiszámíthatatlan módon olyan anomáliákat látunk, amelyek elbizonytalanítják a jobbérzésüket. Lásd Móri Mészárlás Pajzerede esete, amivel még a máig is húzódik egy peres ügy, a nyomravezető nem kapta meg a kitűzött nyomravezetői díjat. Aztán ott a másik évtizedik húzódó Hunnia per, és most itt a nyakunkon egy újabb eset. Az ország egy része... Fölolvasod az egészet? Nem akarom... Jó, igen, kérdés akkor... Az ország egy hangosabb része fejhullásokat és vért kíván, a másik része meg nem hiszi, hogy a hivatalukról lemondott, érintettek bármilyen vonzódása lenne a pedofiliához. Sokan azt gondolják, hogy a kegyelem adásban az érintettek az állam által érinthetetlen bíróság ítéletének részleteiben olyan anomáliákat találhattak, mint köztudottan hemzseg az eljárás hibától, amik miatt ártatlannak gondolhatták az elítéltette, akik egyébként egy másik valóban pedofil bűnözőt korábban lebuktatott és az igazságszolgáltatás kezére juttatott. Szóval a sportban biztonságosabb az élet, a politikában, közéletben, munkahelyen és még a legkisebb közösségben, még a családban is ki vagyunk szolgáltatva a szubjektív megítélésnek, míg a sportban egyértelműen a megítélése. Hogy érzi magát Tamás a sporton kívüli életben és világban, hogyan tájékozódik és hogyan ítél, hogyan hoz ítéletet, és mit tanácsol nekünk, még kiszolgáltatottabb, hétköznapi, vidéki, szürke kisembereknek, mihez mérjük magunkat? Hogy látja, az igazság tényleg ilyen szubjektív? Máskor legyen szíves, ne ilyen hosszú kérdést. Hát először is, talán azzal kezdem minden tiszteletem a kérdezőnek, de azt tanuljátok meg, hogy sok kérdésre sok választ kapsz. Tehát ez sem feltétlenül nyerő, tehát ebbe is van egy kis csúsza, tehát, de mindegy. Én azt hiszem, hogy először is azzal kezdeném, hogy tehát azzal kezdeném, hogy amit már korábban is mondtam, hogy az életnek kell, hogy legyen valami célja. Tehát az életet meg kell becsülni, ezt én úgy gondolom, és az életnek kell, hogy legyen egy célja. Ha valaki abban a szerencsés helyzetben kerül, hogy tehetséges, akkor, mert a magyar nyelv a tehetséget, ugye ez nagyon érdekes, ti pontosan tudjátok, hogy mit jelent, amikor a magyar nyelv úgy fogalmaz, Isten adta a tehetség. Tehát az Isten adta tehetség, ami nem más, mint egyfajta, az én olvasatomban, egyfajta energia. Tehát egy fölülről jött energia, ami a tehetségnek egy kötelessége azt továbbadni. Az embernek a feladata az alkotás.
De itt azért vagyunk kicsit megcsúszva, mert igazából alkotni nem csak a sportban lehet. Persze a sportban talán reménykedünk, hogy ott nagyobb igazságok vannak, ott az igazság, tehát mindig az igazság győzedelmek, mint a mesében, de mégis tudjuk, hogy a sport ilyen szempontból könnyebb ezt teljesíteni. De azért én szeretném megnyugtatni, aki ezt írta, hogy igenis az ember azon kívül, hogy céllal születik, azon kívül mindenképpen fontos az alkotás. Tehát az alkotás öröme az nem egy ilyen szűk dolog, hogy akkor most csak akkor alkotok, hogy innen ide teszem. Tehát ez ilyen nagyon, nagyon materiális, nagyon hát ilyen köznapi gondolat. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy igenis teljes életet éljen. Tehát itt ez a titok. Én azt tanácsolom, a teljes életet. Hogy mi a teljes élet, az persze mindenkinek más. A sportolónak az, hogy hát a teljes élet számára akkor teljes élet, hogyha nem tudom hány aranyérme van. De még akkor sem biztos. Gyerek, akkor sem biztos, hogy akkor most neki van egy pár aranyérme, akkor ő teljes életet élhet. Ugyanakkor meg valakinek van három gyereke, és teljes életet élhet. Vagy valakinek van egy munkája, és azt abban alkothat. Vagy teljes életet élhet az, aki amit csinál, azt szeretheti. Szereti. A teljes életet biztosít. Tehát az a fajta testi, lelki, szellemi harmónia, amit a tevékenység is befolyásol, és ezáltal képesek vagyunk ezt a harmóniát azon keresztül megteremteni. Hogy ki azzal, hogy dobja a labdát, ki az, hogy fut, ki az, hogy az esztergogép mellett van, ki az, hogy otthon a családjára főz, és akkor esetleg ő is azt mondja, hogy nem hálás itt senki, pedig én nem tudom, mert 20 év etettem őket, és még azt sem tudják mondani, hogy köszönöm. Ettől függetlenül, tehát maga az alkotás, az értelmes emberi életre való törekvés, én szerintem ez a legfontosabb. Tehát én azért tartom fontosnak, mert az emberiség, mert ilyen, hát ilyen, tudjuk, hogy ilyen nincsen, tehát az emberiség nincs. Tehát van egy hatalmas nagy tömeg, egy massza, és ennek egy nagyon kevés pici rétege, aki alkot, és ezt hívják emberiségnek. Lehet, hogy ez kicsit szélsőséges gondolkodás, de én azt gondolom, hogy én ezt így gondolom. Ezért én mindenkinek azt tanácsolom, hogy igenis próbáljon teljes életet élni, próbálja az életet megszeretni, próbálja azokat a örömöket, örömöknek örülni, ami az élet biztosít. Nekem például, hogy megosztam veletek, nekem például, amikor én nekem nehézségeim voltak, akkor én ezt úgy oldottam meg, hogy mint hívő ember abból indultam ki, hogy ez azért történt meg, mert ez igazából ez egy üzenet. Nekem ezt az üzenetet kell megfejtenem. Tehát, hogy ez miért történt velem? És abban a pillanatban, ahogy bármilyen rossz történt velem, megfejtettem, tovább tudtam menni. Tehát egyrészt, mint a sportolónál is azt szoktam mondani, hogy gyerekek, azért kell mindent megtenni edzésen, egy olimpiai felkészüléssel, azért kell megszakadnod, mindent megtened, mert ha nem sikerül, magadnak nem tesz szemrehányást. De hogyha valójában simlis vagy a felkészülésben, simlis vagy a cél elérésében, és az nem sikerül, akkor soha nem fogod tudni feldolgozni. Tehát nekem olyan egyszerűen azt gondoltam, igen, a Jóisten kegyelméből kaptam tehetséget, a Jóisten kegyelméből, érted, nekem most ezt a helyzetet meg kell oldanom, de úgy, hogy ezt az üzenetet meg kell fejtenem, hogy ez miért történt meg velem.
És nem az, hogy jó Istenem, vele megtörténő, másra nem történt, vagy irigykedve, vagy bosszankod, vagy... Nem, ezt meg kell fel, és utána az ember, hogy még egyszer ugyanabban a folyóban ne lépjen bele, megpróbálja igazából a következő céljait ennek alapján elérni. Én ezt tudom tanácsolni, aki ott írta nekünk ezt a hosszú kérdést, és én azt hiszem, hogy... És még valamit tudom, persze ez könnyű, itt ilyen kicsit ilyen nagy, de egyszerűen azért az élet azért az nem csak anyagi természetű gyerekeket, azért most ebben a körben nyugodtan elmondhatjuk. Tehát azért itt azért az fontos, tehát az élet az úgy még egyszer testi, lelki, szellemi egységben, hogyha ez sikerül megteremteni, akkor ebből mindenki profitálhat, leginkább ti, saját magatok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És hát legyen, Tamás, van még mondani valód, bármi végszó? Hát én azt hiszem, hogy mindenről beszéltem. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen!